Újabb idegenbeli meccset pipálhat ki a nyíregyházi kosársuli. Legutóbb Tatán lépett pályára Farkasinszky Gyuláné együttese, és szoros mérkőzésen felül is múlták a hazaiakat Papp Klaudiájék. Az első negyed után 3, a második 10 percet követően 2 ponttal vezettek a vendégek. A házigazda azonban egy pillanatig sem adta fel, így végig harcolni kellett azért, hogy a rájátszásban 5. idegenbeli meccsén 4. győzelmit könyvelhesse el az NKS. Igen, csak kellemetlen ellenfélnek számított ez a Tatai csapat, főleg ott hazai pályán. Minden, amit rádobtak, az minden beesett, palánkos hármas, majdnem 3 pontos dobtak a félpályától és így tovább. De beálltak egy igen kellemetlen 2-3-as zónába, amit ugye megpróbálhattunk volna kintről kidobni, de ugye nekünk azért ez a idegen pálya nem annyira feküdt, mint amennyire a tatajaknak. Megpróbáltunk egész páros letámadást, megpróbáltunk mindenféle fajta védekezése. Az igazság, hogy nem mindig voltunk fölkészülve arra, hogy olyan lehetetlen helyzetből és olyan szituációkban is dobni fognak ezek a játékosok, amit mi, megmondom őszintén, tehát igazán csak nem készültünk fönre. Az volt a szerencsénk, hogy azért a Dia egy extra teljesítményt tudott hozni ezen a mérkőzésen. Hát ugye ő azért 40-21-et dobott, ami én úgy gondolom, hogy igencsak magáért beszél, főleg a csapatpontjainak majd olyan a felét hozta ő. A nyíregyházi kosársuli szombaton a székesfehérvári Dávid Kornél kosárlabda akadémia csapatát fogadja. Az a székesfehérvárinak jelen már játszottunk, bízunk benne, hogy most őket fogja egy kicsit megviselni azt, hogy utazniuk kell, mégis csak itt hol vagyunk, szokott pályán vagyunk, szokott gyűrűre fogunk dolgozni, ettől függetlenül ez nem egy könnyű ellenfél ez a székesfehérvár. Tehát itt azért régi rutinos álcsátékosok vannak, korosztályos válogatott, utánpótlás játékosok vannak, igencsak kellemetlen ellenfél. Bízunk benne, hogy azt a teljesítményt, ami Székesfehérváron nyújtottunk, azt hazai pályán is meg tudjuk ismételni, és végre a hazai közönség előtt is tudunk egy jó mérkőzést játszani. Az NKS Dávid Kornél kosárlabda akadémia mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Szent Imre csarnokában.